lehet, hogy nem leszek szimpatikusok sok embernek, de az iskolában is nagyon sok tananyagot túl korán akarnak megtanítani nekünk, amikor még nem értjük. A fizikába és a matematikába, de humánba is, történelembe is. Tehát van, amit csak később jövünk rá, hogy tulajdonképpen mi is ez az egész, a fizika is, a fizika törvényei. Már idősebb korban, amikor már tapasztal az ember. És egyébként lehet, hogy az amerikai oktatási rendszer abba erősebb, vagy abba jobb, hogy, hogy, először tapasztal, és utána tanít. Te már jobban érted az Instát, mint én. Hát, én mondtam a Levinek, hogy Levi kell neked egy Instagram. Hát igen? TikTokon, TikTokon, szerepel, tehát most már olyan szinteket lép meg, ami... Igen, rájöttem egyébként. Ezen is gondolkoztam évekig, vagy, vagy egy pár évvel ezelőtt, hogy, hogy hogy, tudjuk megszólítani a fiatalokat, mert ugye a Te tévét ott. már nem néznek. Igen. És aztán a cápáknál, meg itt a szósra rájöttem, hát itt, igen hárman párban. Kaszás Attila beszélgetései, sztár vendégeivel, aktuális szakmai és magánéleti helyzetekről. Hárman párban a Spirit FM-en. Köszöntöm a hallgatókat, ez a Spirit FM 92.9, ben pedig a hárman párban, és mai vendégeim Rákóczi a kickbox világbajnok, és kickbox edző, illetve Balog Levente, a Szentkerai Magyarország elnöke. Nagyon érdekes dolgot csináltam tegnap, a mesterséges intelligenciában mind a kettőtöknek a nevét beütöttem. Beütöttem, hogy Rákóczi Renát a kickbox. Kiírta, le lehet ellenőrizni, hogy ö, valószínűleg ez egy olyan hölgy, aki kickbox foglalkozik, bővebbet nem tud róla mondani. Beütöttem, hogy Rákóczi Renáta a exatlon, szó szerint a következőt írta ki a mesterséges intelligencia. Ja, értem. Akkor Rákóczi Renáta, aki szerepelt abban a műsorban, egyébként pedig kickbox-a fog. Mennyire az emberi agyat követi le? Egyébként Leventénél nem volt kérdés, mert egyből kidobta a Szent Királyi Kft-t, illetve az, hogy, a, hogy fogalmazott a magyar gazdasági élet jelentős szereplője. Így fejezte be a, mesterséges intelligencia. Köszöntelek benneteket. Hogy ismerkedtetek meg? Mert nem véletlenül lettetek meg híva egyszerre. Hát ugye én elhatároztam, hogy meg küzdősportot szerettem, és de csak tudok, mert hat éves koromtól judoztam de a ütési, ütési meg az ütésfogadási kultúrám az nem, nem volt elég erős. és A boxolni már, már nem akartam elmenni, mert a boxot nem tanulom meg rendesen. De ez a kickbox az egy olyan sportág, egyébként a lábat is lehet használni, és ez meg egy cselgáncsosnak azért nem, nem hátrány. Úgyhogy ezért határoztam és ismerkedtem meg a, a rendivel, meg az akkori edzőjével, és egy jó szoros barátság alakult ki köztünk, és utána meg én elég komolyan, szorosabban megszerettem ezt a sportágat, meg őket is egyébként, és euh, támogattam a sportpályafutását futását Renikének. Ez mikor volt egyébként, amikor így eldöntötted, hogy kickbox uh, mellett leteszed a boxod? Ez hány éve volt? Hát ez már tíz, akkor még nem volt a Renit, nem is tudom te mikor. 19. 19-ben. először. amikor hazajöttem, Dominikáról, akkor már Levi már edzett a, a, a volt edzőmmel, és ugye, hogy megjöttem, Aha. bementem a terembe, akkor Akkor már Levi ott volt bent, és igazából ezt a, ott még volt egy pár évem ugye versenyezni. Nem, nem 19. 18. Nem, előtte is. Igen, már. mert az első címmecsemre már, már úgy készültünk, hogy már ott. Hát én, ott, én ott, maga, ott jelen voltál. Én magam 2000. Tíztől kickboxoltam, uh kickboxoltam, -huh. vagyis egyeztem, és utána meg egy pár év múlva, mikor átjöttünk erre az új erre, akkor csatlakoztunk, hogy akkor találkoztunk össze 2019-ben Reni azt mondtad, hogy Levente soha nem fog megütni. De majd én igen. Ezt egy nyilatkoztad egy riportba. Tehát, hogy én abba bízom, igen. Tehát, hogy... Ja nem, mert ideges volt, nem mondt, mondtam, hogy én hölgyet soha nem ütök meg. És azt mondta, hogy is sem meg, de onnan nem ütlek meg. Nem érti. Szeretem. Azóta is szeretem egyébként. De megrúgni simán megrúg. Ütni tényleg nem üt meg, meg, meg vigyázott rám de, de az biztos, hogy a, a, amikor készültem ugye a, az első címmecsemre, majd utána később a címvédésre, azt, azt, azt tényleg a lehető legőszintébben ki tudom jelenteni, hogy Levi nagyon-nagyon mellettem volt, és ugye amit kaptam tőle abba a pár évben, az egy, az egy olyan dolog, amit akár hívhatunk időnek is, mert uh -huh. a Levi segítségével rengeteg időm volt azzal foglalkozni, amit szeretek, és amiben szeretnék ugye sikeres lenni, és hogyha nincs a Levi, akkor 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 lehet, hogy nem jutott volna ennyi időm az edzésre, a felkészülésre, tehát ő általa nekem minden adott volt, hogy, hogy tényleg profi szinten és profi körülmények között készüljek fel a, az első uh -huh. címmecsemre, majd később ugye a címvédésre, és ezt még, még simán tudtam volna tolni még 20-ban, 21-ben, de ugye sajnos a COVID az, az így nagyon felülírt mindent, és később úgy döntöttem, hogy hogy most már visszavonulok, mert azért felettem is így örög az idő, és jönnek a, a fiatalok, meg nekem is vannak versenyzőim, és inkább most akkor már arra felé orientálódtam, hogy az ő munkájukat szeretném jobban segíteni. Uh -huh. Alapvetően minden sportágban ugye ez egy nagy kérdés, hogy a szülők finanszírozzák a gyereket. Hát, ma már régen, Igen, ez régen a Cselgánsban is így volt, tehát hogy hát régen, a szövetségek hát, nem voltak gazdagok. Tehát hát össze. régen nem így volt, nem is kellett, hogy gazdagok legyenek. Hát volt egy állami költségvetés, ami a sportnak ki volt osztva. Régen nem kell, volt egy Győri kimondónk, volt egy műbőr, kecskeméti tsc táskánk, vagy mikor már Honvédben voltam, akkor Honvédos katonaságtól megkaptuk a melegítőket, de nem voltak olyan nagy igényeink annak idején, meg államet, ez az, az állami iskolák, tehát a sport is egy állami sporttevékenység volt. Tehát ezért a ma, ami van, ez a profi sport, ez azért én más. Mindig elmondod, René, hogy a kickbox szövetség azért, amit lehet, azt, az segített, hogy azért szerencsés helyzetben vagytok. Én azt gondolom, hogy sok más kezdő sportszövetség ellentétben a mi szövetségünk, tényleg ott segít, ahol tud a versenyzőknek. Uh -huh. uh, nagyon sok, uh, én tékvandoztam is ugye tizen pár évig, és tudom, hogy ott a mai napig úgy van a, a, az eb vébére re való kiutás, hogy az teljesen önköltséges, és azt mindenki tényleg saját zsebből finanszíroz elejétől a végéig, a szövetség sajnos nem tud segíteni. Uh, Akkurat. Okay. kijutásban, Aha. <laughs> meg úgy semmiben sem, ü, viszont ü, viszont nálunk ugye a Vakó Szövetségnél annyira, tehát amikor van rá lehetőség, akkor teljes mászérességgel ott állnak a versenyzők mellett, legyen az gyerekversenyző, ifjúsági versenyző, felnőtt versenyző, tehát hogy, hogy ilyen téren én azt gondolom, hogy picit előlé, előrébb járunk, mint a, mint a többi küzdősportszövetség, hmm. ami még ugye nem olimpiai sporták, vagyis most már ugye mi is azok vagyunk, de még ugye nem olyanok a feltételeink. Mindig szóba kerül a budapesti honvédés, hogy milyen szabadon járkáltatok az országok között, és akkor így megvolt a maga kis szépség ennek az egésznek. Mi volt a legdurvább, vagy a legpofátlanabb dolog, amit áthoztatok a határon? Csehszlovákiából légpuskákat, <sínt> történjeket, sporttáskával. <sínt> Senki nem elenőrzött, levenneteket sem nem, terszint, Katonatisztek. Hát katonák voltunk. Meg katonatiszt az edzőink, őrnagyok voltak, tábornokok. Úgyhogy meg volt ez a joghézak. Hát ugye nem is volt akkor még úgy, mondom törvényre. Mivel hogy nem mehetett ki senki nyugatra, vagy külföldre, csak engedéllyel ezért nem is volt rá törvény. Tehát egyébként nem is, nem is gondolom, hogy törvénytelenséget követtünk el, mert nem volt rá törvény. <laughs> Uh, még egy dologra visszatérnék, a, egy pillanatig visszatérnék az edzésre. 2021-es videót láttam, ahol uh, lépcső, tabáni lépcső futás van, őrült módon. De az volt a kedvencem. <laughs> Úgy szerintem Levinek is. Nekem. De az, az, az őrület. Tehát, volt olyan dolog, amire azt mondjátok, hogy ma már nem csinálnátok, tehát, hogy olyan őrű dolog volt, ami így... Hát azt, azt én már most nem, most pláne a térdem miatt is nem, nem egészen szuper de, de, most a, én ebbe az egy, egy, egy évben mióta ugye pihenek és nem versenyzek, uh -huh. uh, annyira így lecsökkent az agresszió szintem, hogy én már nem akarok senkit bántani, meg nem akarok már arra gondolni, hogy én valamikor voltam versenyző, és nem is szeretnék olyan edzéseket már, már végigcsinálni, mert hogy kiestem a ritmusból, és kicsit így vissza tudtam nyugodni meg, meg egy új életet, amit igazából az elmúlt 30 évben én nem nagyon ismertem. Fejben vagy testben dőlt el, hogy nem folytatod? Fejben. És ez pont az utolsó amatőr világbajnokságon, amin kint voltunk Olaszországban. A, előtte végig csináltam egy edzőtábort Lengyelországba, ami, ami nagyon jól sikerült, és ahogy kiértünk, meg lett a sorsolás, láttam, hogy kikkel fog bunyózni. Egyébként tökre örültem neki, és ahogy mentem, vagy meneteltem ugye a döntőbe, úgy éreztem, hogy, hogy így egyre nehezebben megyek föl, és nem tudtam még hová tenni ezt a, ezt a uh -huh. dolgot, mert hogy amúgy fizikailag jó állapotban voltam, egyébként lelkileg is csak hiányzott az a, az a tűz, amivel én mindig tudtam nyerni, és amivel egy csomó nehézséget át tudtam hidalni, és pont a döntőre jött meg bennem az a igazából az, a, az az, érzés, hogy, hogy én már, már azt se szívesen játszom le. Tehát, hogyha tehetném, már most így üljünk be a kocsiba, és menjünk haza, mert hogy, mert hogy ennek így itt a vége. Tehát nagyon így megfeszítettem ezt a dolgot, és tényleg az utolsó utáni pillanatba szálltam ki, de még mindig azt mondom, hogy, hogy nagyon jókor, mert így is egy vb még azért. Hát össze, össze, tudtam varázsolni, igen, és az is azért 60 kilóba egy elég telített súlycsoportba, kemény ellenfelekkel szerintem az a szép zárás. Abszolút. Érdekes ezek az életszituációk, amikor az ember már, amikor benyit egy irodába, vagy egy tárgyalásra, vagy egy sportra, a sport sportmérkőzésre, már akkor tudja, hogy inkább jobb lenne hazamenni. Neked az utolsó ilyen, most legutolsó ilyen élmény, amikor így tudtad, hogy ez a nap, ez, tehát ez fölösleges volt elindulni, mert ebből semmi nem lesz. Ez zárója bejegyze, meg úgy kérdezem, hogy azt szoktad mondani, hogy 80 ban tudod, hogy készfogásból egy, egy ember milyen. Ja, most a sportra gondolsz, vagy minden? Hát mind a tényleg. kettőre. Tehát ami így eszedbe jut. Hát figyelj, a Renéke nem akarlak bátani, de a kóra a lendület is alá. <laughs> most már érzem, nem, hogy 36 éves. Ez, ez, így van. Én egyébként, amikor a sportban Először éreztem az a, ugye a nemzeti vágtán, én indultam az első hárman, és a harmadik nem, ahogy voltam hogy itt kár volt elindulni, mert uh, az első még úgy mentem, hogy belementem a bolyba, és nem érdekelt semmi, de aztán az ember egyre óvatosabb lesz, ahogy, hogy öregszik. Biztos észrevettétek, nem tudom, ti sijeltek -e, például annak idején fekete pályán egyenesen, most meg még a kéken és kacskanyóban jön le az ember. Tehát uh, egyre belassulunk, belassulunk. Én a vizen veszem észre. 15 húsz évvel ezelőtt olyan viharokban vitorláztunk, ahol hm. ma közelében nem mennék. Hm. Hát bekényelmesen be, be belassul az ember, meg Én azt is szoktam hogy, azért, az embernek a gyermekei nőnek, és érzi egyre jobban a felelősséget a gyermeke Én sok mindent átértékelek, mert tudom, hogy... Hát nem is a gyerekeim miatt szerintem, hanem azt, amit az egész életében összerakott szerintem az, egy, az évről évre, vagy évtizedről évtizedre nagyobb, egyre nagyobb terhet tesz a vállára. És szerintem ettől belassul az ember. Hmm. Az érdekes, hogy a, ugye az is egy nagy teher, hogyha gyermekekkel foglalkozunk, mind a ketten, ha nem is gyermekekkel, de egy ilyen mentorkodás irányba indultatok el az utóbbi időszakban. Reni, lényegében akkor, ha most jól értettem, akkor ilyen kvázi jövő olimpiai, olimpikonjait is nevelheted. Ha... Hát nagyon bízok benne. Hogy, ha ez ugye, így lesz? Az irány az abszolút ez, bár hozzáteszem, hogy a nagyjából olyan 50 a létszámunk, úgy, úgy hmm. a, a két felnőtt edzés, ugye vannak kezdő-haladó edzések, gyerekedzések, magánedzések, tehát hogy így minden, minden igényt igyekszünk kielégíteni. Viszont a gyerekeknél, ami nekem egy picit furcsa volt így elsőre, hogy Elkezdtek járni edzeni, vannak, akik több éve járnak, de hogy nem szeretnének versenyezni. És ö, nyilván, hogyha valamit nem szeretne a gyerek, én, én próbálom őket rávezetni arra, hogy egyébként ez nem egy olyan rossz dolog, de, de van, aki határozottan elzárkózik előle, viszont nagyon szépen végigcsinálja az edzést, mert tetszik, neki szereti versenyezni. Nem nagyon szeretnének most a, a, a gyerekek, de hál' Istennek azért van egy pár, aki, aki igen, és azokkal azokkal dolgozunk is. Sportban is akkor talán ez a párhuzam megvan, amit a levende szokott mondani, hogy van vállalkozó és van menedzser. Tehát van, aki alapvetően azért sporton, mert hogy jól érzi magát, és, és viszi a táskát, ahogy te szoktad mondani, és van a vállalkozó, aki meg harcol, küzd, és odarakja magát. Egyébként minden korszaknak megvolt az én életemben is, meg a mi életünkben ez a ez a szép, volt ilyen nappali ABC korszak, aztán szolárium videótéka korszak. Tehát minden, minden korszaknak meg a sláge. még én is. <laughs> És most van ilyen, Lanta, -e ilyen, amiben így azt mondjuk, hogy ebbe érdemes belefogni, vagy, vagy annyira szétesett ez a, ez a vállal, és nincs ilyen, ilyen általánosan működő világ. Tehát most közértet érdemes nyitni, vagy, vagy mi az, amiben érdemes így belefogni, vagy változott a marketing is, meg változott a világ is. Minden változik, én azt mondom, hogy alkalmazkodni kell hozzá. Tehát ezt nem szeretem, amikor azt mondják, hogy könnyű volt neked akkor, mert nem volt könnyű. Meg most is van akinek, most, most is változik a biznisz, változik az üzleti modell. Beszélgettünk az előbb a, a szélszről, hogy, 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 változik az eladás, hogy, hogy kell változtatni a szélszelést, tehát minden változik, és mindenhez alkalmazkodni kell. Tehát Azért ott a, van ez a műsorom, amiben szereplő vagyok. E, itt is azért eljönnek 19 éves rács csinál 1,2 milliárdot. Tehát e, a mai kor biznisze is megvan, és, és ha valaki megtalálja, és ügyes, akkor, akkor ma is meg tudja csinálni. A weboldalon láttam, hogy van ilyen tanácsadó rész, így hmm. kitöltendő lap. Sokan jelentkeznek egyébként? <laughs> 300-as várakozó lista van. úgyhogy ezt ne is mond, ne is mond. mindez úgy, hogy te is elmondod a Riportokban, hogy igazából most már a Szent Királyit jelen pillanatban úgy felépíteni mint annak idején nem lehetne nem, fel lehetne, én nem tudnám felépíteni vagy te nem tudnád felépíteni? hát ez is visszatérünk arra, hogy a lendület tehát akkor elvittem, elvittem a, a mátrát a hátamon most már nem most már nem vinném akkor, amit megmertem tenni, vagy, vagy neki mertem menni a nagyoknak. Lehet, uh -huh. hogy ma már egy kicsit óvatosabb lennék vele, tehát euh, én nem tudnám megcsinálni. Egyébként ma is megcsinálják sokan, ma is csinálnak nagy bizniszeket, nagy cégeket, de én már lehet, hogy én már be vagyok lassúval hozzá. Tehát akkor egy akkorát újítottam, újítottam be egyébként, volt egy érdekes beszélgetésem a, a Liptonnak a, az Európai Igazgatójával. Eljött vacsorázni, hogy a nagy holdingban vagyunk benne. És így nézett, és mondta, hogy, hogy olyan megtiszteltett, és mondom, mi? Nekem volt az egyébként, hogy egy ekkora brandnek a ceo ott ülök. Hát, hogy manapság nem találkozni olyan emberrel, aki a nullából egy brandet hozott létre. És most, most itt ülök vele szembe, és akkor gondolkoztam, hogy tényleg, hogy ez, és ez mikor, ez egy éve volt, és tényleg. akkor gondolkoztam hogy, hogy tényleg, szóval ez elég, elég jó dolog volt, amit létrehoztam. Honnan jött a figó ötlet? Ez előadásaidban nem nagyon került elő, de ugye volt egy olyan, ha lemegyek Nyíregyházára, egyházára, halka jegyzem meg, mai napig figós víznek hívják a Szent meg az úgy beleégett az emberekben, hogy a bizonyos korosztály fölött még mindig így hívja. Hát az, amikor a 2004-ben elkezdte a márkaépítést, akkor egy tíz éves brand marketinget állítottam fel, és meg volt a tehát azt kitaláltam, hogy először a víz értékét állítom be, addig, amíg nem lesz piacvezető a víz, addig nem rakok mellé sztárt utána az első évben egy, egy magyar sztárt, ugye a Zsédát raktam hozzá, utána egy, egy promóciót, és utána, mikor már olyan erős volt a brand, hogy önmagába is megállt, akkor nekem már régi terven volt egyébként a Figo-n, mert nekem nagy kedvenc fotbalistám volt, és szerencsém is volt egyébként a Bozó kémről, aki a szövetségkapitány volt Magyarországon, egy kecskemét ügyvéd, uh -huh. aki egyébként meg a barátom is volt, és nagy szerencse volt az, hogy a portugál szövetségi kapitány egy ügyvéd volt, úgyhogy különlegesen jó barátságban volt az Imrével a portugál szövetségi kapitány, és összehoztak a figóval, és szimpatikusak lettünk egymásnak, és egy nagyon korrekt, klassz együttműködés alakult ki. Hozzáteszem, hogy egyébként tehát te is voltál szakmába, minden idők legerősebb PR kommunikációja volt, ami valaha volt Magyarországon. Tehát az, az, nagyon ütős volt. Meg olyan fajta újdonságot képviselt hát egyébként itt a közép-európai régió, vagy? Igen, egyedülálló volt, és annyira korrekt volt a figó, hogy ahova a portugál válogatott ment, vagy az Inter, mindenhol Szentkirály, tehát bárhol Európában, vagy a világon, a két eringjük, mindenhol Szentkirály üzet rakott elé. Tehát a, még az is előfordult vele, hogy mikor itt játszottak Magyarországon, egy nem akarom lejáratni nagy belvárosi szállodába szálltak meg, és nem volt Szent Király szégyen szemre, és a Fígó kiküldetett a metróba, hogy vegyenek Szent Király. <laughs> zseniális. Egyébként ez a fajta elköteleződés egy márka mellett, ez nagyon ritkán. Hát ez a hitelesség, a már amit mindig igen. szoktam mondani, hogy, a, hogy mi a titka egy, egy brandnek, a hitelesség. Hmm. A hitelesség nélkül nincs együttműködés. Utána még pár cég próbálta azt, hogy nemzetközi start hoz be, de hát azért az, ez, ez már ja. utána már mind csak copyright. Tehát ezt szoktam mondani. Igen, és nagy, nagy erőm volt, hogy például amikor idézőjelben nekem dolgozott a Figo, akkor nyerte meg az olasz kupát, Igen. akkor nyerte meg a b t hát három bajnokságot is nyert, és abban az évben a taranylabdás. Úgyhogy ott kint is voltam az átadáson. Hát ez egy zseniális húzás volt. Uh, a sztár a gyermekek számára te vagy, Reni, hiszen te tanítod őket, eredményeket produkáltál, és felnéznek rád. Engem az biztos, hogy érdekelne nagyon, hogy mindig azt mondtad, hogy meccs közben, ha a 12. menetben bekiabál az edző, akkor csak az ő szavát hallod. Ez hogy lehet a gyerekeknek megtanítani, hogy teljesen kizárják, és hogy a, menetben csak a te szavadra figyeljenek, bármit üvölt a szülő, a nem tudom én, a bárki. Tehát, hogy szent és sértetetlen, amit te mondasz. Kívülről irányítod őket. Szerintem ez valahol onnan jön, hogy, hogy igazából a 30 éves küzdősport múltamba, tehát olyan szerencsés helyzetbe vagyok, hogy egész életemben kettő edzőm volt, a nevelőedzőm, hm. meg, meg ugye a második edzőm, aki mellett uh, világbajnok lettem. És mindkét edzőmmel olyan kapcsolatot alakítottam ki, vagy sikerült kialakítanunk egymással, hogy hogy abszolút megvolt az a, az a kölcsönös bizalom. És uh, ez a második edző, mert ugye Gáborral különösen jól, jól, sikerült, és nagyon sok évig dolgoztunk úgy együtt, hogy, hogy abszolút amit ő mondott, az szent és sérthetetlen, és felvettem a szemellenzőt, és hogyha ha volt, volt olyan mérkőzés, ahol fejben nem voltam ott, és hirtelen nem tudtam a helyzeteket lereagálni, annyira rá voltunk egymásra kapcsolódva, hogy elég volt, hogyha ő csak mondta, hogy most mondok egy példát, hogy üs egy balegyenes, balegyenes jobb körív, azonnal, ahogy hallottam, már reagáltam le, és nagyon sok ilyen meccsünk volt, hogy a háromszor két percbe én ben voltam így, így, így testileg, de fejbe ilyen robotüzemmódba kapcsoltam, mert egyszerűen tényleg szét voltam zuhanva, és az, arra az egy dologra kellett figyelnem, hogy hallgassam, hogy Gábor mit mond, és teljesen jól, jól, működött, és igazából én ezt a vonalat szeretném továbbvinni. Nem erőltetem magam rá a gyerekekre, viszont akik, akik, versenyzők, azokkal a lehető legtöbb időt töltöm együtt, edzésen kívül is, tehát elmegyünk moziba, elmegyünk cukrászdába, tehát hogy, hogy eljárunk közös programokra, hogy, hogy, hogy abszolút alakuljon ki Az, Csapatépítés, a, az a kapcsolat, betűs. hogy, hogy bármikor számíthatnak rám, és amikor bent vannak a tatami, mert még egyelőre ott indulunk, akkor, akkor tudják azt, hogy hogy nincsenek egyedül. Hm. És ö, egyébként egész, egész jól jól működünk. Úgyhogy ö, én örülök annak, hogy hogy nekem egyébként a, a sportban ebbe a 30 évbe ez megadatott, hogy, hogy hogy nekem tényleg volt két olyan edzőm, akire nem tudok rosszat mondani. Amíg versenyeztem, addig nekem ők tökéletesek voltak. Hm. Levente, -e, nézel tévét egyébként? Szoktál tévét nézni? Szoktam egyébként. Ezt mindenki mondja, hogy nem néz tévét, nézek. Mert egyébként én, 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 én ki tudok kapcsolni a tévétől, de szoktak rajtam nevetni a sokan, meg a feleségem is, hogy képzeld el, hogy mesét nézek. <gül> <gül> és, és, és akkor az, az annyira együgyű, hogy nem kell rajta gondolkozni, és annyira kiürül az agyam tőle, Például nagyon sok rajzfilmet nézek, most is egyébként, vasárnapokért. Leszed állt? Tehát Le. teljesen kikapcsol. Teljesen. Mi is nézünk mesét. Tényleg? Ah, persze, reggel, mindig uh, úgy reggelizünk, hogy mondhatom nem, hogy miket nézünk. Abszolút, bármit lehet Kárpín mondani. Itt? Madagascar pingvényei. Tomi és Jerry, meg uh, Spongyabob, arra nagyon rá vagyunk pattanva, és mindig az megy reggel. Komolyan? Ah, én, szóval, Én, most a kisfiam a a kis ma ezért nézem a mindennap a Bogyó és <laughs> 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 Meg most a kalapja kavékkal jó barátságba kerültem. Mert <laughs> lehet, hogy csinálok is velük valamit. Hihetetlen <laughs> jó. Egyébként azt is te mondtad, Levente, hogy az ember idővel megérik arra, hogy megfelelőképpen tudjon szülő lenni, vagy jobb, tehát hogy érettebben tudjon szülő lenni. Ezt, ezt, visszaigazolod még most is? Tehát abszolút? Hát abszolút. Én, én megmondom őszintén, én arra jöttem rá, hogy most lehet, hogy nem leszek szimpatikus sok embernek, de az iskolában is nagyon sok tananyagot túl korán akarnak megtanítani nekünk, amikor még nem értjük. Fizikába és a matematikába, de humánba is, történelembe is. Tehát van, amit csak később jövünk rá, hogy tulajdonképpen mi is ez az egész, a fizika is, a fizika törvényei. Már idősebb korban, amikor már tapasztal az ember. És valahogy egyébként lehet, hogy az amerikai oktatási rendszer abba erősebb, vagy abba jobb, hogy, hogy, először tapasztal, és utána tanít. Úgyhogy én ezt, ezt, gondolom, hogy, hogy, hogy ma már máshogy állok. Tehát akkor, mikor 20 éves voltam, hát tudod, te is nyomtuk a kempingbiciklit ezerrel, Abszett. Amikor elnyomtuk, akkor kóbulistunk, meg és akkor ott azért becsúszott, becsúsztak a gyerekek, azért nem úgy foglalkoztunk velük, hogy most, most már azért, azért sokkal professzionálisabb egy gyereknevelés, amikor egy szülő már sokkal többet tapasztalt. Hmm. Alapvetően ugye megint oda jutunk vissza, hogy az ember lelassul, megnyugszik, és az sokkal nyugodtabban tud minden. Egyre jobban térbe látsz, mert ugye amik fiatalok, akkor síkba láttunk. Renni, és azt látta, hogy ott áll vele szembe, azt le kell ütni. Most meg térbe lát, mert azt látja, hogy ott van nagyon sok gyerek, és azokat meg kell tanítani, és megtanuló ő is térbe látni, és most lesz -e vállalkozó egyébként, meddig menedzser volt -e? mert a menedzsernek azt mondtuk, azt mondták, hogy verd le az ellenfeledet, és bajnok lesz -e. most meg azt mondják, hogy itt van ennyi gyerek, tanítsd meg, és most vállalkozó lesz -e. Hát így változik. Hmm. És lehet, hogy a vállalkozói létre is meg kell érni. Abszolút. Fejben is, meg, meg alapvetően a környezetben is. De nem csak gyerekekkel foglalkozom, a Busa Gabival is ö, volt egy együttműködés, ha jól tudom. A, hát azt szerintem sokan úgy félreértették, én láttam cikkeket, amik így megjelentek erre, hogy én készítettem fölőt a, a, a címmecsére. TV2 vagy az RTL klubon valahol voltatok bent, és ott jött le effektív. A TV2-n igen, a, Mindegy. Sokat edzettünk együtt, uh -huh. sokat spáringoltunk, igyekeztem neki mindent, amit én megtanultam a, a ringbe, azt, azt neki átadni, hogy egy picit uh, egyszerűbb dolga legyen bent, hiszen uh, ő, ő is bunyózott bent ringbe, de neki a fő szabályrendszer az, az, az abszolút a tamis szabályrendszer. Uh, és igazából ennyi történt, hogy Aha. összejártunk edzeni sokat. Meg ti az exatlomba ex lettetek igazából jó. A 22 esbe igen. Erről mindig egy dolog eszembe jut, hogy azt mondtad, hogy te nagyon sajnálod, hogy te az Exatonnal lettél ismert, és nem pedig a sport által nyújtott. Ha most én hozzád járok, tegyük föl, hogy ilyen jóképű fiú vagyok 8 évesen, hozzád járok kickboxra, és megkérdezem, hogy fél hívtak az Exatlonba, elmenjek-e? Mit fogsz nekem mondani, hogy menjél, mert ezáltal ismert leszel, és a sportot is előtérve, vagy el ne menj, mert én is voltam? Persze, hogy menjen. Abszolút. Aha. A visszakanyarodva ugye a beszélgetés legelejére, amikor mondtad a mesterséges intelligenciát, pont szerettem is volna mondani, hogy, hogy egyébként nekem tényleg szomorú az, hogy, hogy 30 évig versenyeztem, sportoltam, és azért dolgoztam, hogy elismerjék a, az eredményeimet, de elsősorban persze magam miatt, de ez sem elhanyagolható, hogy nyilván más elismerje azt, amit én csinálok és tök furi, hogy, hogy ahogy hozzámondtad, hogy Exatlon, ott már egyre több információ került ki rólam. Sajnálom, de hogyha ez így alakult, akkor, akkor meg ebből kell építkezni, és ettől függetlenül, hogy én szerepeltem az egzatlomba, Uh, én még mindig, tehát nem azt mondom, hogy Rákóczi vagyok az egzatlomban, hanem Rákóczi vagyok, kickbox világbajnok, és most már uh, akikkel így találkozok, vagy jönnek hozzám edzeni, hál' Istennek nem azért jönnek, mert láttak a tévébe, Pasz. hanem mert keresnek egy jó kickbox edzőt, és, uh, és hogy nálam teszik le a voksukat, és én ennek tök örülök, mert akkor ők így látatlanban már elismernek, úgyhogy még nem voltak nálam. Hát de azért lehet, -e ott mennek világ, kézbox kiz, világban. Igen. Az elején Igen. még így indult egyébként ezek a bajnokokkal, aztán kicsit felhígott ez a buli. Igen. A kicsit azt... szót azt tegyük idézőre. Igen. Igen, mert az úgy nagyon szimpatikus volt nekem is, és az, Igen. engem is az, hogy bajnokok, ugye az Ungvári Miki, hogy ezek valós bajnok, és azért én azt gondolom, hogy azért van bőven bajnok Magyarországon, akiből lehetett volna meríteni. Mert egy kicsit ez az ez hát felhígult. Hát, valószínűleg igen. egy csomóan nem vállalták egyébként. Egyéb más tevékenység miatt, vagy éppenséggel úgy úgy készültek versem nem tudom. Meg, meg amikor már felhígult, akkor már nehéz volt visszafordítani ki. Ez egy akkor olyanokat hívni, aki. Hát így, igen, a... csak tudod, amikor, tehát, hogy abszolút mindenféle bántás nélkül a, egy országos eredménnyel bekerülni egy ilyen műsorba, azzal pont azt mutatom, hogy túl sokat nem kell dolgoznom azért, hogy hogy mondjuk bajnok legyek, de hogy ettől az ebben És majdnem van. mondtam valamit, igen, csak ebbe sokkal több van. Sehetne. Mi világkupákkal készülünk az Európa meg a az világbajnokságokra, és minden évben és nagyon sok világkupán ott vagyunk. Tehát az, hogy nekünk magyar bajnokságot meg kell nyerni, az egy, az egy olyan alap dolog, hogy azt akkor is meg kell nyerni, hogyha fél lábbal néz föl. Tehát, hogy az, az, nem... Az a belépő. Így van. Abszolút. A médiás evolúciód levente neked másképp alakult, hiszen te már ismert voltál, amikor mikor felfeltűntél a tévében, ugye aztán ennek a megkoronázása lett a cápa szempes műsor. Honnan jött az ötlet? Vagy mi volt ez a pillanat, amikor egy barátokkal jazzkizhetek, söröztetek, nem tudom, bármi, ásványvizesztetek, és akkor azt mondtad, hogy de meg, megpróbálom self építeni, megnézzük, hogy, hogy működik-e. Figónak sikerült, nekem is fog menni. Na, nem, most képzeld el, hogy amikor a, a bevontam a, a tők, az, o, az és bevontam ezt a tőkét a cégbe, hogy akkor egy nagyon erős menedzsment épült fel, és ha. a operatív már nem volt, most nincs olyan komoly dolgom. És utána évekig, azon gondolom, hogy 15-ben volt, utána 16-ban volt egy hideges <laughs> hogy bevettem valakit a cégembe, de aztán a talpra álltam, aztán gondolkoztam évekig, hogy... hogy hogy azért egy brendet még azért csak megcsinálnak. És gondolkoztam, csináltam is, egy-két próbálkozásom volt, és aztán egy három-négy éve ezelőtt a tengerparton feküdtem, és mondom, hogy mi a Szent Királynál mi volt a B-brend? Hát ugye a B-brend az a Szent Király Levente volt. <laughs> és akkor jöttem rá, hogy a Szent Királynek a B-brendje az a Balog Levente, amit hogyha fölépítek, egy esernyőbrendként, aki beáll a Balog Levente ernyője alá, az már brand lesz. Uh -huh. És akkor jött ez a, hát mondjuk az már hat éve jött a cápás felkérés. És elváltam egyébként, mert ilyen főhivatásomnak is tartom, hogy edukáljam a magyar fiatalokat, a magyar kezdővállalkozásokat. Most egyébként létrehozok egy alapítványt, ez az Angyali Forrás alapítványt, ami a bajba jutott, gazdaságilag bajba jutott családokat, vállalkozásokat fogja segíteni, próbálja meg segíteni. Ezt most az, ezt is az ászlomra tűztem ennek az égisze alatt, és a cápáknak az elvállalása is az volt, hogy edukáljam a lakosságot. Hiszen tehát te is nagyon jó tudod, hogy amikor a René nem tudja, de vagy nem tudom, hogy tudod, de hogy annak idején a legkelemetlenem kérdés néhány embernél az volt, hogy mivel foglalkozva. És nem jutott eszébe, hogy mit mondjon, és azt mondta, hogy vállalkozó, és ez úgy lejáratta ezt a szót, Igen. hogy, hogy vállalkozok. közben a vállalkozó egy nagyon komoly szó, mert az egy ember, aki vállalkozik arra, hogy létrehozzon valamit, Azért. és én erre próbálom edukálni a lakosságot. Hmm. Egyébként a vállalkozásról az jut eszembe, hogy tegnap volt öt percem, és beütöttem a vízangyalt, a Lenoa, és ezeket a szavakat mindegyiket tudja a mesterséges intelligencia. Tehát így dobáltak ki, hogy melyik brand mihez való. Tehát, hogy vannak azért márkák, amiket így, így próbálsz felépíteni, amiket felépítesz, de látom azt, hogy nagyon sok az élelmiszerkötődés kötődés azért. Nem csak a cseles, nem csak a borászat, hanem azért megvan a fő csapás irány, mint élelmiszer. De tudják, ez a love brandek, hogy, hogy ezt szeretem, bár hozzáteszem, a többször most elmondtam, hogy a... A cápák között az kitágította a látókörömet, mert amikor először bejöttem a cápák között, akkor csak élmiszer, 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 itt a üdítő. És most már azért, hát most már képzeld el, hogy 6-5 évad volt, 500, 3, több mint 350 vállalkozást hallgattunk meg. És annyira kép, mert ugye mindig utána olvasok ezeknek, és a 350 vállalkozás az vállalkozásonként másfél-két óra. Gocs, azt ki, minden az minden azt ki, lehet számolni, és olyan, olyan szélesre nyílt a látóköröm, hogy most már esküszöm a, a vasúti síngyártástól a, a, csapszegig. Most már nem is értek mindenhez, de képbe vagyok mindenne. A, még egy kérdés a vállalkozásokkal kapcsolatban. A tőzsde, a kriptó az messze áll tőled. Akkor hogy jön a szárnyaló vízangyal? Számomra a lóverseny az egy ugyanolyan volt a vagy lesz belőle valami, vagy nem? A, a lóverseny az kalkulálható veszteség, tehát... Akkor majd van nincs, kérek tanácsokat. Nincs, káros szemed, nem fogadok egyébként, de olyan régóta foglalkozok ezzel a lósporttal, hogy gondoltam, hogy kipróbálom magam az állégába a, a profilig, a forma egybe, és jött egy véletlen találkozás, és a Dublini ez a világ legnagyobb lóárverése, ahol nem nagyon vett még eddig magyar lovat, mm ez a dubaiak, meg a francia nagy emberek vesznek ott, és ott hozzájutottam egy fantasztikus olyan vérvonalú lóhoz, ami a Kincsen Park bevallása szerint Magyarországon még nem volt ilyen papíróló. Úgyhogy ezt én ott megvettem, most júniusban lesz az első futama, nyeletlen két évesként, de nagyon komoly a ló, tehát ez a, ez a, kék, és az Flying Aquangel lett a neve, az anyja után Flying. Szerencsés volt a névvel is. <laughs> Úgyhogy, de azóta most vettem még egyet egyébként. <laughs> az egyéves. Hát én azt gondolom, hogy itt megnézzük, hogy itt mit tud, aztán itt megnézz, megnézz, megmérettetik a profiligába. Egy hát jó versenyistálónk van. Úgyhogy. De jó. lényegében az a, az a gyermekhalmaz is, amit, amit, te kezelsz. Van most ott olyan gyermek, akiben látod a régi Rákóczi Renit? Aki, aki A... úgy megy be, olyan elvakult fejed, és látod, hogy biztos, hogy beteg. Jó értelembe véve, tehát, hogy olyan vérik küzd. Abszolút. Igen, de hogy jó értelembe szoktam ezt mondani. Tehát, hogy ö, addig küzd, első cseppig. Tehát, hogy... A felnőtt versenyzőim ugye nincsenek, uh -huh. viszont ö, nagyon érdekes, mert van egy tíz éves kislányom, aki hat évesen kezdett el hozzám járni, és ö, most voltunk pont tegnap előtt, igen, szombaton Veszprémbe a Tékvandó Országos Bajnokságon, úgyhogy megnyert az első országos bajnokságát, Hú. és biztos, hogy nem véletlen, hogy őt, őt kaptam, mert 2019-ben kezdett el hozzám járni, ugye akkor alakítottam, vagy alapítottam így meg ezt a gyerek gyerekcsoportot, és 19-ben bejött hozzám edzésre, április 23-án született, amikor én, és hogy nagyon sok olyan vonás van benne, ami, amiben egy abszolút látom a régi önmagamat. Tehát hmm. nagyon furcsa, nagyon örülök neki, hogy, hogy, hogy őt így kaptam, és, és nagyon komolyan veszi ezt az egészet attól függetlenül, hogy még csak tíz éves, tehát heti öt edzése van, és nagyon össze van neki pakolva a munkája, hogy hétfő pénteken van neki páros edzés, plusz bunyó, kecsütörtökön bent vagyok vele a teremben, abszolút csak külön edzünk, pont kezdjűzünk, zsákolunk, szerden elviszem box edzése, és hogy imádja, pörög, nem akar leállni, ha beteg ki van készül, vagy nem tud jönni edzeni, és ö, olyan szépen haladok vele, úgyhogy... Ö, Egyébként ő az első számú versenyzőm, és nagyon szeretném, hogyha hogyha olyan sokáig benne maradna ebbe a sportba, mint én. Neki azért van reális esélye, hogyha ebből olimpiai sportág lesz? Akkor én azt gondolom, hogy igen, abszolút. Tíz éves a, most, a, akkor ő. A, a sok munkával biztos vagyok benne, hogy o, odaérhet. Hogy Látod is azokat elvakult. a raffinériákat és fricskákat, amiket te is megengedtél hát. magadnak? 15 évesen reméljük nem fog egy kocsmát az összepakolni. Az a baj, hogy már most nagyon de... flagma volt 10 évesen, tehát kicsit <laughs> bementünk a tatamira, és hogy elkezdtek ugye bunyózni, és el, elesett az ellenfelem, rúgott neki egy rúgást, elesett, és akkor így csinált, ilyen flagman megrántotta a vállát, és így fogom a fejem közben, hogy nem is akarok ránézni, mert ez annyira ez olyan, mint én voltam. Tehát, hogy én, és De utána megpofosztak, hogy kicsit azért térjek vissza, mert hogy nálam is volt, hogy elszaladtaló, akkor mindig jókor jó időbe jött az a vereség, ami, ami úgy visszarántott a földre, tehát hogy azt gondolom, hogy ezen ő is át fog menni. Ez a minimi. Ez ilyen sport. Ez a minimi. Minimi, <laughs> totálisan. Tehát ezzel azonosulni kell. Van most olyan ö, levente olyan vállalkozó, akiben látod, azt például a Cselesben, most csak mondtam valamit, akiben látod így a, a minimi tehát a hasonló, az a, az, az eltökélt, bármikor keresztül megyek és megcsinálom. Van egy cápás, az a Snake Garden, Az ő nagyon komoly. Tot már több százmilliónál járunk egyébként. De van a kvantumos fiúk, négyen vannak, hm. ők is komolyak, ők. Oda jöttek 1-2 millió forgalmuk volt szóval amikor beszálltunk az első évben már 500 millió ebben az évben 1-2 milliárd lesz a zárbevételük ah, az egy két komoly srác és ezek is 22 évesek a, mondjuk az Iván az már az már nem mai gyerek de mondjuk nálam még mindig jó fiatalabb a Snake Garden, Hát ott is ö, olyan japán megrendelésünk hogy nem tudunk elég burkonyát venni hozzá. Úgyhogy komoly, komoly üzemet épített, komoly gépeket vásárol, nagyon, nagyon ügyesen tolja a szekeret. Mi az, amiben elsődlegesen tudsz nekik segíteni, hiszen a marketing, lássuk be, annak idején a Figo TV reklám és óriás pakát megőrítette a, a, népet. Ma már online nélkül tudjuk jól, meg te is tudod a saját magad szervrend építéséből, elképzelhetetlen. Mi az, ami, ami a fő profilod, amivel azt mondod, hogy ez bízzátok rám, ebben én adok. Vagy egy hát, hát főleg ne bízzanak rám semmit, mert <laughs> eh, akkor jó vállalkozó, hogy ő megcsinálja a bizniszt. Én eh, kicsit én olyan vagyok, mint az édesapám volt nekem. Tehát érdemileg anyagilag sokat nem tudott hozzátenni, de volt egy mentor, aki, akit föl tudtam hívni. Ziván is, a kvantumosok is, bank, gazdasági dolgok, technológia, főhívnak tanácsot tudok adni, hogy merre menjen tovább. Hát meg a self a Ö, mögéig tudok állni egy-egy uh -huh. kampányba, azért a, az én nézettségem is már elég komoly, hogy úgy uh -huh. mondjam, úgyhogy abba is tudom segíteni a vállalkozásokat. például az Iván az ö, elsősorban külföldi piacra lő, uh -huh. szokatlan módon, de, de nála bejött. Az egyik egyetemi előadásodat 130 ezeren nézték már. Hát, az, meg, a, meg, a, Facebookon nem, egyet, nem egy videómat, már egy-másfél millió. <laughs> Úgyhogy igen. Én egyenes út, egy van, hogy lemez kiadás, vagy mi énekliz, vagy bármi. Te foglalkozol a, ilyen szinten az online-nal, vagy továbbra is a privát élet az privát élet, és ö, megmarad a mentorkodás ott a Tataminál, vagy, ö, vagy nem életed része, mert... Hát azért megvan, erős neked is. Az. Én nem se nem nő, se nem csökkent, tehát, hogy úgy, úgy, Stabnál, úgy vannak azok van, a de azért már nem teszek bele időt. Hát meg stabil, uh -huh. meg organikusan nőtt azért az elég stabil. Uh -huh. Te már jobban érted az Instát, mint én. Uh -huh. mi, én mondtam a Levinek, hogy Levi, kell neked egy Instagram. Hát Igen, TikTokon, miért? TikTokon szerepel, tehát most már olyan szinteket lép meg, ami. Igen, rájöttem egyébként, ezzel is gondolkoztam évekig, vagy, vagy egy pár évvel ezelőtt, hogy 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 tudjuk megszólítani a fiatalokat mert a tévét hát már nem néznek. Igen. és aztán a cápáknál meg itt a szosra rájöttem hát itt igen. igen. Csak a, csak ezek a igen. csatornák maradnak. Mindig egy nagy kérdése egyébként a marketing szakmának hogy tök jó most van a TikTok egyébként előtte volt a Facebook saját, mi az ami még jöhet mi az ami még ezt leválthatja hiszen van egy evolúciós fejlődés Facebook amikor elindult vagy az az iviv akkor megjelentek szüleink, akkor a fiatalság tovább ment egy következő platformra. Megjelentek a Facebookon szüleink, mentünk tovább az Instagramra, és most már TikTok, de most már látom a saját édesanyám Én is, hogy TikTokon van, értem tehát ő már nézi a videókat. Valaminek kell következnie megint, ahova a fiatalok... Hát azért élet ki fogja alakítani, mert meglátod. Ezzel nem kell nekünk gondolkozni. Ez jön, majd jön magától, Kidobja a rendszer. és vagy tudunk hozzá alkalmazkodni, vagy nem. Az ember egyébként azért lett a, a lesz csúcsa meg azért van e, még most is a Földön mert a legjobban alkalmazkodott a környezeti behatásoknak. úgyhogy amikor hideg volt ő vett egy szőrt mikor meleg volt akkor levette tehát a legjobban mindig azt tevett azt az volt a tápláléka ami amit meg tudott szerezni tehát az ember az aki a legjobban tud alkalmazkodni. <hül> Reni így eszembe jutott a gyermekekről, hogy édesanyád azt mesélted, mindig kikiabált, hogy rákóczi gyerekek, vagy csak a hazafelé. Igen, mert Igen. Fent játszottunk a kis erdőbe. Pont rálátott az <laughs> erkéről. és, így, e e e és te fogsz így kiabálni? Hát na, remélem, hogy ők hazajönnek időbe. Nem, de falun laktunk, tehát, hogy ott annyira, az ott más, a gyerekként az időérzék szerintem teljesen elveszett. Hát én arra, arra, tisztán emlékszek, és biztos, hogy nagyon-nagyon jó élmény, hiszen itt van, itt van előttem, hogy még nagy hó volt, mentünk szánkózni, és elindultunk, Reggel és este rajtunk az overall, a gumicsizva, nem érdekelt, csuromvizesek voltunk, de nem mentünk haza. És ugye csak érzékeltük, hogy jó, mostan sötét van, lehet haza kéne húzni a szánkót. És úgy eltelt az idő, hogy tényleg olyan nem érzékelted. Akkor még nem az volt a legfontosabb, hogy kitegyük a Facebookra, hogy szánkózunk, és akkor ilyen, igen, ilyen. egy teljesen más, teljesen más világban éltünk. De az egy nyugodtabb világ volt legyünk őszinték. Mi most lenyugtatjuk magunkat bizonyos kor fölött, de alapvetően nem ért minket ennyi inger, mint ami most. Most bemézz, bemegyünk egy ügyítőitalos polcra, és van 80 fajta márka. Igen. Hát igen, túlkínálat van. Olyan túlkínálat van, amivel igazából... Régen de meg ne volt három-négy fajta, és akkor abból tudtál választani, vagy csokiból is. Abszolút, meg hát küzdenek lett, a brendek, tehát ezt nagyon jól tudjuk, hogy azért ez, ez nem, egy ilyen, nem egy ilyen egyszerű. Mikor lesz közös edzés, vagy már nem edzetek együtt? Hát nem nagyon van időm, mindig Én volt, volt sokszor, de majd összehozzuk. Valamikor mindig lemondja, és akkor... Hát, ma most már tévésztár lett Levi, és most nincs ideje edzeni. De, de nem. majd, de majd rendben akkor én is az életemet, most már kicsit le kell lassítani nekem. Az mit jelent? Mi az, amit le fogsz morzsolni? Hát, Úgy terv, biztos, hogy megvan már a fejedben. Szabályok, szabályokat fogok felállítani munkanapokat, munkaórákat, és tehát szűk, eddig azt mondtam, hogy szombat vasárnap nem dolgozom most meg azt, fogom, azt mondom, hogy, hogy egy, egy héten fizikailag egy három napot fogok csak, vagy, vagy csak délelőtt, vagy csak délután. Tehát ezt keretek közé Mi fogom a hobbit? szorítani. Már alapvetően mondhatnád azt, hogy hát a munkám, mert élvezem, hogy brendet épít. Oké, de biztos van olyan, ami hobbi, ami azt mondod, hogy mint például a mesefilm néző, de, hogy de nem, de hogy hát ami a, kikapcsol. A hobbi az a sport, a lovaglás, a bunyózás, a judo. Hát a sport, a küzdősport egyébként az a hobbi, meg a, meg a lovaglás az abszolút. Egyébként a más a hajózás is, ugye ezt te is tudod, az én is vitorlás és motoros is, tehát a hajózás, a tengert, de a, nem csak a tengert, a vizet imádom. Mm. Legyen az folyó vagy tó, tehát ez bármi. Ja. Reni, ha én idő van, mit csinálsz? Amikor nincsenek gyerekek, nincs ez Hát most már hál' Istennek nagyon sok mindent tudok. Úgyhogy lehet moziba menni, mert a miatt hiányzott már így Na, van, és a, voltam is megnéztük a Krit 3 az alap volt oda is például a kis versenyző kislányommal mentem elvittem magammal, hogy de jó. Olyan, még nem érti a filmet, de a lényeg átjön neki az, hogy hogy, hogy kell egy cél, és, és, és igenis azért küzdeni kell, meg, meg dolgozni. Úgyhogy van most sok uh, szabadidőm, amikor nem dolgozok, és tényleg tök jó kikapcsolódok, elmegyek barátaimhoz, elmegyünk, beülünk valahová vacsorázni nem nagyon volt ilyen. Meg hát súlyomat kellett tartani, most nem kell ezzel annyira foglalkozni, úgyhogy úgy, hogy abszolút nagyon jó érzem magam. De jó. Ti eredményeitekkel én azt kívánom, hogy minél tovább mentoráljatok fiatalokat, hogy akár a sport, akár az üzlet területén megtalálják ők is önmagukat, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. meghívást. Ez volt a Árman párban, találkozunk a jövő héten. Köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk.